Mitől válik egy terület főtérré? Milyen korszerű építészeti, gazdasági, kulturális, közösségi elvárásoknak kell megfelelnie egy városközpontnak? Milyen funkciókkal kell rendelkeznie? Egyáltalán eleget tud-e tenni egyetlen helyszín valamennyi kritériumnak ahhoz, hogy egy település első számú központi közösségi szintere lehessen? Számtalan ilyen és ehhez hasonló kérdés, probléma és elképzelés merült fel 2015. november 5-én Kistarcsán az Ifjúság tér fejlesztésének kapcsán tartott civil és vállalkozói fórumokon a Csigaházban. Egy városi főtértől azt várnám el, hogy legyenek itt kávézók, vendéglátóhelyek, teraszok, olyan területek, ahol találkozni lehet. Gondolatban ugye végigmegyünk azokon a városokon, ahova szívesen elutazunk és sétálunk a téren, azok általában nem ekkora méretűek. Tehát a központi városi terek, azok egy picit ilyen urbánusabb helyszínek, ahol a utca egyik oldaláról átlátok a másikra, látom, hogy ott a haverom, ha ott a haverom, akkor oda megyek, beülök mellé, beszélgetek. Az Ifjúság tér fejlesztésének gondolata nagyon régi téma Kistarcsán. Az évek folyamán számtalanszor foglalkoztak vele az aktuális képviselőtestületek. Az elmúlt másfél évben állandó napirendi pont a tér megújításának kérdése. Nagyon sok fejtörést okoz az, hogy hogyan kezdjünk neki egy ilyen tér fejlesztésének. Általában a magyarországi gyakorlata az, és az önkormányzatok gyakorlata az, hogy fognak egy szakembergárdát, és megterveztetik a teret, és körülbelül 2-3-4-en eldöntik. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor 2-3-4-en összeülnek, akkor is 4 félét akarnak, ha nem 5-6-ot. De ha egy egész városban gondolkodunk, és mindenkinek meghallgatjuk a véleményét, akkor többszöröződik ezeknek a variációknak a lehetősége, és végül, amikor születik egy megoldás, nagyon sok rossz példa van erre Magyarországon, addigra pont azok, akik használnák, elégedetlenek vele, és támadják az önkormányzatot, aki ellocsolt mondjuk több 10 milliót vagy 100 millió forintot. Ezért végül is sokat gondolkoztunk együtt a vezetéssel erről, hogy hogyan lehetne legjobban ezt a dolgot elindítani és sikerre vinni, és ez volt a megoldás, hogy legyen egy olyan közösségi tervezés, amiben valóban hallgassuk meg mindenkinek, vagy legalábbis nagyon sok embernek a vélemény, és abból szűrjük le, hogy mik azok a fontos trendek, javaslatok, ami a leginkább izgatja az embereket, vagy fontosnak tartanak, vagy azok, akik együttműködnek ebbe a dologba, szívesen beszállnának pénzzel mondjuk a vállalkozók. Az Ifjúság tér azért is fontos szintere a város életének, mert évek óta helyet ad olyan népszerű rendezvényeknek, mint a Böllér Fesztivál vagy a Kakasfőző Fesztivál. A közösségi tervezésben résztvevőknek mind a civil fórumon, mind a vállalkozói fórumon első lépésként azt kellett meghatározniuk, hogy jelen állapotában mi az, ami tetszik, és mi az, ami nem tetszik nekik a térben. Mi az, amit szeretnek önök benne, mi az, amit nem szeretnek benne. Az, hogy mit szeretnénk, vagy mi legyen majd a következő, az a következő lépés lesz, tehát most nem beszéljünk arról, hanem próbáljuk meg körüljárni a jelenlegi helyzetet, hogy mi az, ami jó benne, mi az, ami nem jó benne. Az például, ha ön azt mondja, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ez egy nagy üres plac most, és ez jó, akkor tegyünk rá egy ilyet, és írjuk rá, hogy ez most, az nagyon jó dolog, hogy ez egy nagy üres plac, és nincsen beépítve. Tehát ez a jegyzete. Ez az önök részéről, ez szerintem egy tök fontos felismerés, és vezethet majd arra, hogy meghatározzuk a következő lépésbe, vagy mondani tudjunk ennek a dolognak a jövőjével kapcsolatban, most még a jelent tapogatjuk, hogy mi is a helyzet. Az egy jó helyzet, hogy ez üres, ön ezt mondja. Biztos vannak rossz helyzetek benne, tud mondani ilyet, hogy ami most van és nem jó? A domborzati viszony. Tök jó, Olivia, egy domborzati viszony. Hogy lesz ebből a térből Kistarcs a jelképe, egy kedvelt hely, ami egy olyan, mint egy városnak a nappali, ami egy fórum, ahol az emberek szívesen találkoznak, és azt keressük itt a jelenlévőkkel, hogy mi a titka ennek, hogy mitől jön létre az a fajta, mondjam bátran, az a csoda, amiért ez meg tud valósulni, az pedig csak úgy működik, hogyha
nem az embereknek, hanem az emberekkel tervezünk. És így első lépésként a térnek a programját keressük, tehát ez még nem egy terv, hanem az, hogy mivel rendezzük be a teret, mik azok, amik problémák, és választ kell adnunk, mi az a jövőkép, amitől ez kis tartsa főtere lesz. A második körben 10 funkciókártyát kellett elhelyezni a város vaktérképén. Szabadtéri színpadot úgy lehet, hogy az mindenkinek a szíve vágya, és szerintem is egy nagyon jó ötlet, egy fix színpad ezen a területen, pontosan itt a földrajzi adottságokból. A parkot én azért azt fenntartással, pont a színpad miatt, én egy nagyon szépen berendezett teret szeretnék. Tehát nem egy erdőt akarok a város központba, hanem egy olyan fás, sétálós, ligetes, karbantartott parkot ide. A játékok után a felvetődött konfliktusok megtárgyalására került sor. A délutáni civil fórumon, majd az esti vállalkozói fórumon más-más szempontokra esett a hangsúly, de a legkardinálisabb problémák egyértelműen kirajzolódtak. Ez a tér tulajdonképp három konfliktust hordoz magába. Az egyik az, hogy nincsen lényegében főtér funkciója, noha azt szeretnénk. A másik pedig két egymásnak ellentmondó, hogy egy főtéren bármely városban nézünk, Kelet-Európában, Nyugat-Európában egy templom szokott állni, egy polgármesteri hivatal, bíróság, éttermek, söröző, netán piac, stb. Itt ezzel szemben nekünk iskolánk van, kicsit hátrébb óvoda, uszoda, és nem működő, vagy kevésbé működő vállalkozások, vagy főtére nem élő vállalkozások vannak különböző megoldásokkal, és mindezt felülborítja most teljesen mindet, hogy vállalkozói központot szeretne a város lakossága, vagy az iskolai funkciókat kiteljesíteni, vagy ilyen szabadidős. Mindegyikhez hiányzik a megfelelő parkolás. Tehát ez nagyon jól kijött, hogy a parkolási téma az szinte mindent felülír ebben a kérdésben, akár a hagyományos kelet-nyugatai városközpontokat nézzük, akár pedig a kistartsai adottságokat, hogy iskola, óvoda, úszoda van, és emellé szeretnénk egy hagyományosabb városközpontot. A konzultációk levezetésére a Budapesti Műszaki Egyetem urbanisztikai tanszékének munkatársait kérték fel, akik magyar viszonylatban a legrégebb óta foglalkoznak közösségi tervezéssel. Az ifjúságtér fejlesztéséről tartott fórumok után a véleményekből, ötletekből, tapasztalatokból előreláthatólag januárra készítenek majd egy javaslattervet az önkormányzat számára. Igazándiból, amikor kezdtük, akkor átnéztük a városfejlesztési dokumentumait, az integrált városfejlesztési stratégiát, a környezetvédelmi stratégiát, átnéztük minden a szabályozási tervet, ami vonatkozik a térre, és utána itt a helyszínen megpróbáltuk megérezni, hogy mi lehet itt a probléma, és mi lehet itt egy leendő megoldás a mi fejünkbe. De csak azért, hogy itt tudjunk kérdezni, tehát amikor az itt jövő vállalkozók, vagy az itt jövő lakóktól tudjunk kérdezni, tehát fel tudjuk tenni ezeket a kérdéseket, rá tudjuk irányítani a figyelmet esetleg olyan problémákra, amit esetleg itt, akik itt laknak, azt nem látják, vagy fel tudunk mutatni a értékeket, amit az ember már elsiklik mellette szinte, megint csak itt élve. Mindig csak a problémák azok, amik az embernek a eszébe jutnak, és értékekre is fel lehet itt hívni a figyelmet. Ennek az a háttere, a tervezési háttere, hogy egy olyan terv szülessen ebből majd, tehát januárban, amikor az önkormányzat egy építészcéget, vagy valakit megbíz azzal, hogy ennek az egésznek alakítsa ki hogy milyen lesz az alakja, hogy egy közlekedés tervező lesz benne, aki nyilván a csomópontokkal fog foglalkozni, a házak helyét kitalálják, akkor egyet itt annak a tulajdonosok, ugye nagyjából megtudjuk, hogy ők mit gondolnak. Itt voltak a lakók délután, megtudtuk tőlük, hogy ők mit gondolnak erről a térre, mit várnak ettől a tértől. És ez az önkormányzatnak is jó, mert megismerték az itt élők véleményét, és a tervezőnek is jó lesz, mert az egész anyag összedolgozódik, és amikor el kell azon gondolkodni, hogy mik azok a problémák, és megcsinálja magának hát a checklistát, akkor ebből a jó hatásokat tudja ezt megcsinálni. Tehát így mondan az embereknek a véleménye, az embereknek a tudása beépül így a tervbe. A korszerű városközpont megszületése minden bizonnyal hosszas folyamat eredménye lesz.
illetve a jövő év a tervezési program lesz, és ha sikerül a vállalkozókat is pozitív módon bevonni, tehát ők is tudnak ezen segíteni, akkor annál előbb indulhat el a beruházások egy része parkosítás, parkolók kialakítása, stb. És nyilván próbálunk pályázatokat is hozzátenni, bár a közép-magyarországi régió ebben a ciklusban nem túl erős ebben a vonatkozásban, de hát minden pályázatra, ha kiírnak ilyet, akkor rá fogunk dolgozni. Tehát véletlenül ebből megint egy több éves program lesz, sőt azt is el lehet képzelni, hogy a térfalak, tehát nem pont a tér közepe, az azért egy 5-10 éves beépítési időszakot feltételez, máshol is adott esetben több évszázadig épült egy főtér. Az első fórumoknak köszönhetően minden esetre már elkezdett körvonalazódni a tér jövőképe, azonban a részleteken még sokat kell majd dolgozni. A továbbiakban a kistarcsai lakosoknak december 4-én a Mindenki Karácsonya rendezvényen lesz alkalmuk ismét javaslataik, véleményük megosztására az ifjúságtér megújításával kapcsolatban.